Dánia leölné egész nyírc populációját, jelentette be a miniszterelnök szerdán. Az állatok körében ugyanis terjed és mutálódott a koronavírus, amivel legalább 12 embert is megfertőztek már Észak-Jütlandon. Ha az új mutáció széles körben elterjed, annak hatása lehet egy jövőbeni koronavírus vakcina hatékonyságára is. Dániában 17 millió nyérc él, az ország a világ legnagyobb nyérc prém exportőre, amelyből főleg szörmekabátokat és egyéb prémes ruhadarabokat készítenek. Az ország több mint 1000 nyérc farmjának mintegy ötödében találtak megbetegedett állatokat. 67 gazdaságban már le is ölték emiatt a populációt. Az állatok levágásában a hadsereg és a rendőrség segít. Az állam kompenzációt fizet majd az állattartóknak. Az első koronavírussal megfertőződött nyércekről júniusban érkezett jelentés, akkor Hollandiából. Emiatt ott még a nyáron leöltek minden farmon tartott bundás állatot.